Dohcukrászda családi vállalkozásként indult 1983-ban. Azóta arra törekszenek, hogy minőségi sütemény és fagylalt kínálattal rendelkezzenek, mely már számos díjnyertes ízzel bővült. A Magyarország tortája versenyen több alkalommal indultak a Tóth Norbert által megálmodott csodákkal. Idén beért a sok éves munka gyümölcse. Egy átlagos hétköznap is tartom körülbelül egy olyan 40-45 féle süteményt. Ez a mai, ez mondjuk ugye ma vasárnap van, de nem egy átlagos vasárnap, mivel mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját, ami idén a Boldogasszony csipkéje, amit a cukrászdán készített. Ez a tortát igazából úgy született meg, hogy szerettem volna egy olyan tortát készíteni, ami egyféle íz tartalmaz, viszont minden egyes rétegben megtalálható ez az egyféle íz, a ropogós rétegtől elkezdve ugye az adott rájellemző ilyen tejszínes krémig, a tésztába és a tetején is megjelenik többféle formába, és erre a legalkalmasabbnak a málnát találtam, ami színben, ízben nagyon intenzív gyümölcs, és így született meg a Boldogasszony csipkéje, ami a nevét a málna dunántúli népies elnevezéséről kapta. Legalulról haladva fölfelé tartalmaz egy ilyen liofilizált málnaporral készült ropogós réteget, ugye ami fagyasztva szárított málnaport jelent a liofilizálás, utána pedig van egy ilyen málnás, igazából egy ilyen tészta, nem egy klasszikus felvert tészta, ez is tartalmaz málnapürét, van egy málnakrém, és a minden egyes réteglap még át van áztatva egy ilyen málnás áztatóval, tetején pedig ugye a fehér bazsalikumos felvert ganázs, ami alapjában véve fehér csokoládé és tejszín keveréke, amiben bazsalikumot tettünk, ezzel még kicsit kellemesebbé tettük ezt a tortát. És az ország tortán négyszer indultunk, mind a négy alkalommal sikerült döntőbe kerülni, és idejében ugye ennek a négy évnek a munkájára került föl a korona. A verseny alapjában ugyanúgy zajlott, mint minden évben, tehát van egy szigorú versenykiírás, mit tartalmazhatnak a torták, tehát nem tartalmazhatnak növényi tejszínt, margarin, csak vajjal, tejszínnel készülhetnek. És ugye most két forduló volt, a zsűri megkóstolta a tortákat, ami még anonim volt ugye az első fordulóban a kóstolás, utána újra kóstolták ezeket a tortákat, megtárgyalták, hogy mi az, amit ilyen instrukciókat, javaslatokat tesznek a készítőnek, amit hogyha akar az ember megfogad, ha akar, akkor nem fogad meg, és az utolsó, megkapták ugye ezeket az instrukciókat, és az utolsó forduló pedig a zsűri előtt kellett elkészíteni minden egyes versenyzőnek a tortát, és utána újra kóstolták, és így alakult ki a végeredmény. Ez az első alkalom, hogy így részt veszünk, illetve hogy sikerült megnyerni ezt az országtorta versenyt. Fogalmam sincs, hogy mennyi tortával kell készülni. Hát annyit csináltunk, amennyit tudtunk, mert még a mai napon is, holnap is fogjuk készíteni a tortát. Aki esetleg ne agyisten valamilyen csoda folytán nem tudná megkóstolni, annak se kell nagyon szerintem megijedni, mert az augusztus 20-ai ünnep után, és szerintem évekig található lesz a pultunkban. A cukrászdában nyári szezonban közel 100 fő tud helyet foglalni. Fagylalt kínálatukban nagyjából 150 féle íz található, melyből nyáron 28 félét kóstolhatnak meg napi választékukban a vendégek. Süteménykínálatuk általában 30-40 féle, télen viszont 50-60 sütemény tartalmaz, tehát ha valakinek nem a málna a befutó, azért még biztosan talál kedvére való édességet. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!